Mindig nagy örömömre szolgál, amikor egy határon túli magyar kiállítás érkezik ide az Intercisa Múzeumban, mert ennek van egy ilyen különleges bukéja. Az, ami számunkra itt ugye Magyarországon, Dunaújvárosban teljesen természetes, hogy magyarul beszélünk, magyarul írunk, magyar a kultúránk, magyarul örvendezünk a magyar válogatottnak, ez kint a határon túl nem ilyen természetes. Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója nyitotta meg Kallus Zoltán Gyűjtőútjainak textilcsodái című időszaki néprajzi vándorkiállítását. A textilcsodák rengeteg érdeklődőt vonzottak. A kiállítás tematikáját illetően három részre bontható. Ez Kallus Zoltán Gyűjtőútjainak textilcsodái címet viseli ez a kiállítás, ami október 31-ig látható majd időszaki kiállításként, és hát ez tulajdonképpen a Kallus Zoltán gyűjtőútjaihoz kapcsolódik maga a kiállítás, illetve kapcsolódik ahhoz a rendezvénysorozathoz, ami az ő 90 éves születésnapjához kapcsolódott. Egyrészt a Skanzenben, és akkor mi ehhez szeretnénk egy kicsit csatlakozni. Hát leginkább textileket láthatnak az érdeklődők, és ehhez hozzátartoznak az abroszok, a lepedők, vagy a viseletek, párnavégek, derékajvégek. A tematikáját tekintve három nagy részre osztható. Egyrészt a mezőséghez kapcsolódó textilanyagokat láthatjuk, a kalotaszeghez kapcsolódó, illetve Moldvához kapcsolódó textilekkel találkozhatunk, és azt próbáltuk lényegében megragadni, hogy milyen pontok köré kapcsolódik például Kallusnak a gyűjtőútja, és hát ez nem csak a folklór gyűjtései, illetve jelenik meg, hanem tárgyűjtésekben is, és ezt próbáljuk ezáltal bemutatni, a textilek kerülnek a középpontba. A Kallus Zoltán Alapítvány muzeológusa Mogyorosi Ágnes elmondta, a kiállítás a textilek mellett jelentős tárgyállománnyal is rendelkezik. Ez a kiállítás most jött létre, ahogy Vámos Gabrielával, a másik kurátorral ugye beszélgettünk arról, hogy Zoli bácsinak, Kallus Zoltánnak az életművéből egy hordozható, tulajdonképpen hordozható kiállítást hozzunk létre, egy kisebb volumenű kiállítást, amit esetleg Magyarországon több helyen is bemutathatunk, és így készült el ez a kiállítás. Elsősorban textilekről van szó, de Kallus Zoltánnak a munkássága nagyon sok tárgyat érintett. A múzeumunkban Válaszúton többféle textil, kerámia és bútor is található. Most már olyan 10 000 tárgy körüli a gyűjteménynek a darabszáma, ami azóta is folyamatosan növekszik. De Kallus Zoltánnak ugye nem csak a tárgygyűjteménye az, ami ilyen méreteket ölt, hanem ő folklórgyűjtéseket nagyon sokat végzett már az 50-es évektől kezdődően. András Falvi Bertalannal és Martin Györggyel sok táncfilmezés, balladagyűjtés, népdalok, népzene, tehát minden, ami tulajdonképpen a népi kultúrához köthető, az őt érdekelte és gyűjtötte is. Ezt próbáltuk felvillantani a falakon látható képeken is, tehát ő a gyűjtőútjain, mikor zenét vagy táncokat gyűjtött, akkor rendszeresen fotózott is, és ekkor gyűjtött össze az óriási méretű tárgyállományt is. Tehát körülbelül ennek egy szeletét lehet látni most itt ma.